Sziasztok! Ebben a videóban, mint hogy azt láthatjátok, első nagylős uralkodásával fogunk foglalkozni. De róla annyit kell tudni, hogy ő első Károly, azaz Károly Róbertnek a legidősebb fia volt, és Károly Róbert 1342-es halálával vette át a Magyar Királyság irányítását. Célja alapvetően a külpolitikájában a terjeszkedés volt, ennek egyik oka az volt, hogy példaképként tekintett első Szent László magyar királyra, akit ugye a korszakban is már lovak királynak hívtak, és egyébként majd Lajos is később megkapja ezt a jelzőt, hogy lovak király. No de a terjeszkedésben nem csak ez a példa játszott nagy szerepet, hanem az is, hogy az öccsét, pontosan az öccsének Lajosnak Nápolyban be kellett biztosítani a trónigényét, mert bár az apja Károly Róbert egy házassági szerződés révén bebiztosította András nápolyi trónját, de hát a házasságkötés után Nápoly Johannával nem akarták őt megkoronázni. Úgyhogy Lajos hát végsősorban az avignoni pápához fordul segítségért, és a tárgyalásokon 6 tonna ezüsttel és 5 tonna aranyjal próbált meg hát kedvező hangulatot teremteni az ügynek. Végül a pápa bele is ment, és megkoronázta volna Andrást, csak hogy közben Andrást a felesége Johanna megölette. És hát ugye a korszakban ugye ez vért kívánt, úgyhogy ennek köszönhetően Lajos több hadjáratot is vezetett Nápolyba. Mindkétszer elfoglalta a várost, de mivel messze volt, ezért tartósan nem tudta meghódítani, és hát ennek az is volt a másik hátránya, mert ugye a két hadjárat az 1347, illetve 48-ban, valamint 1350-ben és 52-ben zajlott, úgyhogy hát sajnos módon a Nápolyból hazafelé tartó magyar hadsereg, az behozta a pestist is a Magyar Királyságba. A következő fontosabb külpolitikai esemény az a Balkánhoz köthető, itt az Eretnek Bogumilok ellen harcolt folyamatosan, aztán a Baltikumban, a balti térségben a lengyeleket fenyegető pogány litványokkal harcolt, de Velencével is harcolt, mert Velence átmenetileg megszerezte a Dalmát kereskedővárosokat, és ezeket szerezte vissza Lajos tőlük, valamint a 14. században a Balkánon megjelenő törökök ellen is folytatott harcot. Itt kisebb sikereket ért el, de ennek a legfőbb oka az, mert hogy a 20. század közepetáján a történészek élesen bírálták Lajost azért, hogy ahelyett, hogy a litvánokkal harcolt volna, harcolt volna inkább a törökökkel, és akkor elkerülhető lett volna az, amit hát később ugye megtapasztaltunk. De ez azért hát nem jogos kritika Lajos felé, mert hogy itt a 14. században a törökök egész egyszerűen még nem jelentettek akkora fenyegetést a keresztény Európára nézve, mint amennyire komoly fenyegetést jelentettek a litvánok a lengyelekre nézve. Úgyhogy lényegében emiatt nem hegyezte ki a politikáját a törökök ellen folytatott háborúra. És ami még fontos, 1370-ben III. Nagy Kázmér lengyel király örökös nélkül halt meg, így érvénybe lépett az a szerződés, amit még Lajos apja első Károly kötött III. Kázmérrel, és így 1370-ben Lajos lett Lengyelország királya is, hogy a lényegében innentől Lajos haláláig egészen 1382-ig a két ország az personál unióban volt. Ha valaki nem emlékezne, a personál unió az azt jelenti, hogy több országnak közös az uralkodója, viszont az országoknak az önállósága, az államszervezet az különálló marad, és hát nem olvadnak össze, tehát nem lesz több országból egy hatalmas nagy birodalom. Úgyhogy ezek a fontosabb események, amelyek Nagy Lajos külpolitikájához köthetők. Lényegében elmondható az, hogy az uralkodása alatt számos háborúnak köszönhetően délen és keleten azért hűbéres államok vették körbe a Magyar Királyságot, és hát be volt biztosítva az országnak a határa. És akkor ezek után térjünk rá a belpolitikájára. Na most ugye, köszönhetően a sok külföldi hadjáratnak, Lajos viszonylag sok időt töltött külföldön, és ez alatt a bárók befolyása megnőtt, viszont ezek a bárók azért továbbra is hűségesek voltak Lajoshoz. Viszont a köznemesek vagy középnemeseknek és a bároknak a kapcsolata nagyon nem volt felhőtlen, úgyhogy emiatt 1351-ben Lajos országgyűlést hívott össze, amelynek során törvényeket alkottak. És akkor ehhez lenne egy kis forráselemző feladat. Ki kellene nyitni a tankönyvet a 150. illetve a 151. oldalon, és akkor ott három darab szövegdobozban láthattok szemelvényeket az 1351-es törvényekből. Ezeket lehetek kedvesek, olvassátok el, addig állítsátok meg ezt a videót, és akkor, ha elolvassátok, akkor megbeszéljük, hogy mit tartalmaznak ezek a források. No, és akkor nézzük, hogy hát miket is tartalmaznak ezek a források.
nem szám szerinti sorrendben fogunk haladni. Az első és fontos dolog, amit kiemelnék, az a 10-es pontban található, ami nem más, mint az aranybullának a megerősítése. Az aranybulláról már beszéltünk korábban, ez egy nagyon-nagyon fontos dokumentum, egészen sokáig, konkrétan 1687-ig a legtöbb része érvényben marad, és alapvetően határozza meg a magyar jogfejlődést, meg hát a magyar társadalomnak a működését, illetve a nemességnek a jogait és kiváltságait. De azzal együtt, hogy az aranybullát megerősíti a 10. pontban, a 11. pont rögtön úgy kezdődik, hogy kivéve. Mert hogy egy dolgot kivesznek az aranybullából, és ezt a dolgot nevezzük úgy, hogy az ősiség törvénye. Ugye, miről szól ez a 11-es pont? Hát arról, hogy a nemes birtoka, és itt ugye mindenféle nemesről szó van, az nem elidegeníthető. Ez azt jelenti, hogy nem lehet elvenni a nemesi családtól a birtokot, zárója. Nyilván a felségárulásnak a ténye az ezt arról kivételt képez, zárójelbe zárva. De a lényeg az, hogy a nemes a birtokát, hogyha például pénzre van szüksége, nem tudja eladni. Nem örökítheti szabadon, tehát nem határozhatja azt meg, hogy végrendeletében, hogy kiörökölje a birtokot, az mindig a legidősebb fiú örökösére fog szállni, legidősebb élő fiú örökösére fog szállni. És hát lényegében akkor így öröklődik családon belül apáról fiúra, de ugye benne van az is, hogyha kihal a család, akkor érvényben marad az első, vagy Könyves Kálmán által bevezetett háramlási jog, ami ugye azt jelenti, hogy ha kihal a család férfiágon, ugye az unokatestvérig határozta meg a birtok öröklődését családon belül, és nyilván férfiágon, akkor ez a birtok visszaszáll a királyra. Tehát lényegében ez az ősiség törvénye, hogyha nagyon egyszerűen és röviden akarjuk megfogalmazni, akkor elveszi a szabad végrendelkezést a nemesi családoktól. Felvetődik a kérdés, hogy ez miért is volt jó. Hát két ok volt. Egyrészt azért, mert így a kisebb birtokok nem juthattak a bárók kezébe. Ha például egy középnemesnek, kisnemesnek pénzre volt szüksége, akkor ott esetben a báró hát a birtok értékéhez képest áronalul juthatott hozzá a birtokhoz, és így ugye bővíthette a saját birtokát. Na most ezzel ez a helyzet megszűnik. Másfelől viszont köszönhetően annak, hogy érvényben marad a Könyves Kálmán által bevezetett háromlási jog, a király földbirtokállománynak is van folyamatos utánpótlása, amivel az uralkodó tudja jutalmazni a hozzá hű nemeseket, illetve bárókat. A következő fontosabb törvény, itt az 1351-es törvénycsomagból, az nem más, mint az úgynevezett egy és ugyanazon a nemesi szabadság elve. Ez több pontban van szétdobálva, hát megtalálható részint a 11-esben, a 12-esben, illetve a 15-ös pontban. Lényege az egésznek annyi, hogy a nemesek jogai azok teljesen egyenlőek, függetlenül attól, hogy mekkora birtokuk van. A korábbi évszázadokban ugye nagyon érvényesült az, ami a feudalizmus alaptétele, hogy a hatalom alapja a föld, és akinek sok földje van, annak sok hatalma is. Na most ez egy picit itt átalakul, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy annak ellenére, hogy az országgyűlés elfogadta ezt a törvényt és a király szentesítette, hát a gyakorlatban itt az elkövetkezendő évtizedekben ennek még azért nem tudtak érvényt szerezni, de azért szép lassan beépült a gyakorlatba. És akkor az utolsó fontosabb dolog, amiről beszélnünk kell még az 1351-es törvények kapcsán, az az úgynevezett kilenced törvénye, ami a 6-os pontban található, és hát ennek ugye az a lényege, hogy a jobbágyok földesúri adóját egységesíti, és ellentétben az elnevezéssel ez nem a termény egy kilencedét jelenti, hanem a termény egy tizedét, csak ugye azért kilencednek hívják, mert hogy ez volt a kilencedik tized. Ugyanis a tizedik tized a Szent István óta hagyományosan az egyházhoz kerül befizetésre. Emellett még ugye a törvény azt is kimondja, hogy minden nemesnek kötelező beszednie ezt az adót, ugye a törvény még ki is emeli, hogy még a királyné asszony is be fogja hajtani, tehát hogy még a királynénak is kötelező ezt beszedni. Úgyhogy igazából ezek a fontosabb törvények az 1351-ben elfogadott törvények közül, és miért fontosak ezek? Hát azért, mert ezek a 19. század közepéig, konkrétan 1848. április 11-ig érvényben lesznek, és hát alapvetően határozzák meg a magyar jognak a fejlődését. És hát igazából ennyit is kell akkor tudni Nagy Lajos uralkodásáról. Ő ugye 1382-ben meghalt, és hát ugye akadt egy kis probléma. Egyrészt az, hogy nem volt fia,
Úgyhogy az örökléssel gondok voltak, lányai voltak. Na most, Hedvig nevű lányát Lengyelországba, hát idézésen mivel telepítette le, ugye odaadta férjhez, és hát ott volt királyné. Mária lánya pedig elfoglalta a magyar trónt, mint király, mert hogy fiúsították, de nyilván, hogy itt a férjnek kellett átvennie a királyi szerepet, de ez sem ment olyan egyszerűen, mert a bárók egy része az Mária férjét támogatta, egy másik része pedig egy másik jelöltet látott volna szívesen a trónon. Úgyhogy néhány évtized után, de ismét beköszöntött a trónviszály Magyarországon, ez azonban már egy másik történet. Úgyhogy lényegében Nagyhalos halálával véget is ért az Anjou-kor magyar királyságban. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó és hasznosnak találtátok, ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!